Már javában épül a Hatvani Lajos Múzeum következő kiállítása, ami a diplomácia és protokoll témája köré fog épülni. Az üvegvitrinekbe már kitették a különleges meissen-i porcellánokat, kiállították az állami protokolloknál használt bútorokat, s lassan helyükre kerülnek a sporteseményeken átadott kitüntetések és a katonai élethez járó rendjelek is. A kiállítás tematikusan mutatja be az állami, a diplomáciai, az egyházi, a katonai, a sport és Budapest főváros önkormányzat főpolgármesteri hivatal protokollját. Kökény Ferenc a múzeum igazgatója szerint a tárlat már most sok különlegességgel és szépséggel kecsegtet. A kiállítás azok számára is számos érdekességgel szolgálhat, akik eddig keveset tudtak a protokoll világáról. A kiállítási tárgyak mindegyike ugyanis egy-egy kort, hangulatot vagy történelmi szemét és eseményt idéz fel. Mondhatom azt, hogy 70-80%-os állapotban van a kiállítás építése. Nagyon sok kiigazítani való van, jönnek még a kurátorok Budapestről, akik a kiállítást gondozzák. A vendéglátóipari múzeumban volt az első, és 60-ban vidéken elsőleg, 60-ban lesz a második kiállítás, és úgy tudomásom szerint innen megy Szolnokra, Kaposvárra. Úgyhogy mi örülünk, hogy ezt a kiállítást itt vidéken mi rendezhetjük meg elsőnek. A tárlat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének közös szervezésében jön létre. A kiállítás várhatóan június 20-a után nyílik meg a nagy közönség előtt.